Jézus pedig felelvén mondta az ördögnek, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. Máti Evangélium a negyedik fejezete, negyedik versét idézem ma reggel. Két evangélium is feljegyzi Jézus megkísértésének történetét, mind Máténál, mind Lukácsnál a negyedik fejezetben található ez. És az első megkísértésre adott Jézusi választ idézem, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. Küldetés elején Jézus elvonult a pusztába, ahol el akart csendesedni, meg akart erősödni küldetésében, és ott Isten még ezt is megengedte a kísértő számára, hogy megjelenjék és megkísértse Jézust, aki 40 napi böjtöt tartván végre megéhezett, és ezért volt az első kísértés tárgya ez, ami mindannyiunkat megkísért az életben szinte minden nap, hogyha nem tudunk rögtön enni vagy inni, vagy valami testi szükségletünket nem tudjuk kielégíteni, ide tartozik minden, minden testi szükségletnek a fölpiszkálása, provokálása, az éjségtől a nemi vágyakon át a legkülönbözőbb testi vágya kielégítéséig, és sátán így ejtrabul sok embert, hogy helyezd előre a vágyait kielégítését minden másnál. Hogy egy 20. századi francia regényíró rémületes mondása is őrzi, hogy egy ki nem elégített vágy a sokkal súlyosabb dolog, mint egy meggyilkolt kisgyermek. Ez a mai kor, főleg a fogyasztói társadalom a minden vágyunkat, kívánságunkat rögtön és teljesen ki kell elégíteni időszaknak is a kísértése és Jézus ezt győzte le az első kísértést az erre adott válaszsal, amit Mózes 5. könyve 8. fejezetéből idézett, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Úr szájából, mely Istennek szájából származik. Először erre hívnám fel a figyelmet, hogy Jézus mind a három kísértést egy-egy ószövetségi Mózes könyvéből vett igével győzött le semmit nem a saját szavaival, hanem ezzel is fényes tanúságát adta Jézus annak, hogy a Bibliában minden benne van, ami a mi győzelmünkhöz szükséges. A kísértések, valamennyi kísértés legyőzési, ez ott van a, a kulcs, a módszer, az erő, amit Isten rendelkezésünkre bocsát. Jézus egy nagyszerű alapelvet Örökített itt meg mindannyiunk számára. Természetes dolog, hogy testi vágyainkat, ésségünket, szomjúságunkat csillapítjuk. De nem úgy, hogy az az igazság rovására menne. Nem a testi vágyak az elsődlegesek, mert az ember több, mint a testi vágyai, az ember tud uralkodni azért a testi szükségletein, és jó, hogyha ezt a mai szülők is tudatosítanák, hogy meg lehet tanítani a gyermeket, hogy majd fél óra múlva lesz kész az ebéd, vagy egy óra múlva érünk haza, és akkor fogunk étkezni. Tehát van benned erő, hogy legyőzzed a testi kívánságukat. Ez gyerekkoroktól fog, vagy ha nem neveljük bele a gyermekekbe, akkor tulajdonképpen egy nagy csalás áldozatai lesznek, és ez a nagy csalás abban áll, hogy teljesen a külső körülményektől függünk, determináltak vagyunk, meghatároz bennünket a rász, a millió és a mama, hogy a francia pozitivisták mondták, tehát a faj, a, a kör, amelyben élünk, és az idő, amelybe vetett bennünket a történelem, nem így van. Az ember egyáltalán nem determinált. Az ember le tudja győzni a külső körülményeket, ahogy a testi szükségleteinket is azért csillapítjuk, hogy erőnk legyen. Lelki szükségleteink is vannak, talán sokkal fontosabbak, mint a testi szükségleteink, még akkor is elmerem ezt mondani egy olyan korban, amely teljesen a testi szükségletek minden áron való kielégítésére biztatja azokat az embereket, akik ma élnek, de nekünk lelkünk is van. A lélek fontosabb, mint a test. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, a beszédek, amiket szólok néktek lélek és élet mondja majd Jézus a nagy Galilai vitája során János Evangélium a hatodik fejezete szerint. És ennek a rövid Bibliaversnek, azért a második része, hogy minden ige, minden igével táplálkoznunk kell, ne válogassunk a Bibliában. A Biblia olyan csodálatos, nagy választékot ad elénk, rak elénk, mint egy óriási tál étel, amiben minden ott van, amire szüksége van az egészségünknek. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. Nem mondd hogy én csak az új szövetséget olvasom, mert hát az új nem olyan fontos, mindegyik az Úr szájából, Istennek szájából származik. Ez a harmadik kijelentés ebben a rövid igében. ezt az igét. Isten méltatott bennünket arra, hogy szóljon hozzánk. Amit ő mondott, mind egyaránt fontos. Ebből élni lehet. Mindenkor, így ma is. Ezt kívánom minnyájatoknak.